Harmadik fejezet. Kelj fel és vedd el. A rómaiakhoz írt levél 4.16-ban ezt olvassuk. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, ami azt jelenti, hogy mi nyithatjuk meg az ajtót, Isten pedig be fog jönni. Mi lesz, ha a hit által tényleg ajtót nyitunk? Isten minden gondolatunknál nagyobb. Azt mondja, feljebb, hogy mint kérjük vagy elgondoljuk. Efeszosziakhoz írt levél 3.20. Amikor sokat kérünk, Isten ezt mondja. Vegyél még. Készen állunk a többre? És a sokkal többre? Ha nem, lemaradhatunk róla. Az Úr szelleme úgy meg tud áldani reggel, hogy egész napra felfrissít. Isten úgy át tud itatni bennünket új élettel, hogy azután már semmi közönséges vagy kicsi dolog nem elégít meg. Azon a tágas téren, amelyet Isten számunkra elkészített, a kis dolgok már nem tudnak kielégíteni. Már semmi más nem elég, csak ha jön a tűz, és mikor imádkozunk, biztosak lehetünk abban, hogy amint szóra nyitjuk a szánkat, már meg is lesz az, amiért imádkoztunk. Milyen nagyszerű szellemben imádkozni. Milyen csodálatos tervet készített számunkra Isten. Egy pillanat alatt be tudunk lépni. Hova? Isten akaratába. Akkor aztán minden rendben lesz. Ha alszol, semmit nem kapsz. A világ mindig ébren van, így nekünk is éberen kell figyelnünk arra, hogy Isten mit tartogat számunkra. Kelj fel és vedd el. Ébresztő, amit kaptál, meg is kell tartani. De vajon mennyit vehetünk? Tudjuk, hogy Isten sokkal többet akar adni, mint amennyit mi venni szándékozunk. Hogyan is merészelhetnénk aludni, amikor a Szent Szellem arra utasít, hogy vegyünk el mindent az asztalról? Ez a létező legnagyszerűbb állófogadás, ahol minél többet veszel az asztalról, annál több marad. Ez a kifogyhatatlan teljesség. Kész vagy erre a bőségre? A hit gyümölcse. Nézzük csak a következő csodálatos igét. És beméne Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő vala, kiméne Betániába a 12-vel. És másnap, mikor Betániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles vala, oda méne, ha talán találna valamit rajta, de odaérvén ahhoz levélnél egyebet semmit sem találla, mert nem vala fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mond a fügefának, soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki, és hallák az ő tanítványai. Márk evangéliuma 11.11-14. Isten azért küldte Jézust, hogy betöltse a világ szükségeit. Jézus azért élt, hogy beszéd által életet adjon. Így szólt Filiphez. Aki engem látott, látta az atyát. A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. János evangéliuma 14.9-10. Meg vagyok róla győződve, hogyha betöltekezünk az élet beszédével és Szent Szellemmel, ha Krisztus láthatóvá válik halandó testünkben, akkor a Szent Szellem valóságosan beindítja bennünk Krisztus életét, míg olyanná nem válunk, amilyen ő volt a világban. Az életünk Istentől származik, és ez az élet az Istennel való tökéletes közösség révén hatalmasan munkálkodik egész természetünkben. Jézus szólt, minden kimondott szavának be kell teljesednie. Ez Isten terve. Amikor egyedül Szent Szellemmel vagyunk tele, és nem engedjük, hogy a látott és olvasott dolgok csökkentsék szemünkben Isten igéjének értékét, akkor jön az inspiráció, majd az élet, azután a cselekedet, és végül a dicsőség. Csodálatos dolog ebben élni. Benne élni annyit jelent, hogy ez a fő ösztönző erő életünk első számú hajtóereje olyannyira, hogy emberi testünk Isten életét és Isten személyiségét hordozza. Isten kegyelméből szeretném megosztani az igét, hogy eljuss oda, ahol lesz bátorságod az igében közölt isteni terv alapján cselekedni, és az ige ereje által úgy belélegezni az életet, hogy már semmilyen körülmények között nem léphetsz tovább Isten gondoskodása nélkül. A legnagyobb nehézségek Isten szempontjából javunkra válnak. Amikor a lehetetlen területére jutunk, ez a legnagyszerűbb alkalom arra, hogy meglássuk Isten lehetőségeit. Egy dolgot jegyezz meg, és soha ne felejts el. Mindaddig nem leszel fontos személy Isten szemében, míg be nem merészkedsz a lehetetlen területére. Istennek bátor emberekre van szüksége, nem esztelen vakmerőségről beszélek. Teljesedjetek be Szent Szellemmel.
Efeszosziakhoz írt levél 5.18. Szent szellemmel telve nem nagyon aggódunk a másodrendű dolgok miatt. Isten lesz az első. Minden, ami gonosz, minden, ami tisztátalan, minden, ami sátáné, visszataszító Isten számára, ezért ezek fölött kell élnünk. Le kell rombolnunk őket, és semmi helyet nem adhatunk nekik. Jézus nem engedte meg az ördögnek, hogy válaszoljon. El kell jutnunk oda, hogy semminek sem engedjük meg, hogy Isten tervébe belekeveredjen. Jézus és a tanítványai oda mentek a fügefához. A fa nagyon szép volt. Gyümölcsözőnek látszott, de amikor Jézus odaért, nem talált rajta mást, csak levelet. Nagyon csalódott volt. A fára tekintett és a következő szavaival bemutatta a romboló erejét is. Soha örökké ne egyék róla gyümölcsöt senki. Márk evangéliuma 11.14. Másnap ugyanarra mentek, és a tanítványok látták, hogy a füge fa gyökerestől kiszáradott. Azt mondták Jézusnak, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradott. Jézus így válaszolt, legyen hitetek Istenben. Ugyanott 20., 21. és 22. vers. Soha senki nem látott, még olyat, hogy egy fa gyökerestül kiszáradjon. A fák pusztulásának első jelei mindig a lombozat tetején mutatkoznak, de a Mester szólt. Egy természetes cselekedet segítségével tett nyilvánvalóvá egy természet fölötti törvényt a tanítványok számára. Mivel ő szólt, a fának engedelmeskednie kellett. Istené az első hely. A Szent Szellem azt akarja, hogy világosan megértsük. Mi Isten szócsöve vagyunk, és az ő isteni tervéért vagyunk itt. Megengedhetjük az értelmünknek, hogy kikerüljön Isten uralma alól, de amilyen mértékben engedünk ennek, olyan mértékben esünk el Isten számunkra elkészített kincseitől. Isten igéjét illeti az első hely. Nem lehet a második. Attól a perctől kezdve, amikor bármilyen mértékben is kételkedni kezdünk Isten igéjében, már nem tudunk többé szellemi módon is aktívan növekedni. Isten igéjét nem csak nézegetni és olvasgatni kell, hanem be kell fogadni úgy, mint Isten beszédét, hogy életté váljon bennünk. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Zsoltárok könyve 119.11. Ímé adok néktek hatalmat az ellenségnek minden erején. Lukács evangéliuma 10.19. Hát erről van szó. Elfogadhatjuk és el is utasíthatjuk. Én elfogadom és hiszek benne. Ezek minden emberi számítgatáson túlmutató szavak. Legyen hitetek Istenben. Márk evangéliuma 11.22. A tanítványok a Mester iskolájába jártak, hogy aztán majd feje tetejére állítsák a világot. Ha befogadjuk az igét, többé már nem leszünk ugyanazok. Ha bátran, félelem nélkül az ige alapján cselekszünk, Isten megjutalmaz bennünket. A seregek ura velünk van, Jákób istene, ami várunk. Zsoltárok könyve 46.8. Akárhogy is nézzük, Jákób volt családjában és környezetében a leggyengébb. Isten azonban Jákób istene, és a mi Istenünk is. Így mi is Izraelre változtathatjuk a nevünket. Ahogy az Úr Jézus ezt a csodálatos igét, legyen hitetek Istenben, beoltotta a tanítványokba, azt is elkezdte megmutatni, hogyan lehet megvalósítani. Körülnézett, meglátta a környező hegyeket, és egy nagyon kézzelfogható példával állt elő. Az igazság semmit sem jelent számunkra, ha nem érint meg. Ezerszer is megtölthetjük vele az elménket, de hatékony csak akkor lesz, ha a szívünkbe jut. Minden inspiráció a szívből származik, minden együttérzés a szívből jön. Jézus a hegyekre tekintett, és ezt mondta, aki szívében nem kételkedik, Márk evangéliuma 11.23. Ez a barométer. Ebből tudod meg, hogy hol állsz, mert ha a szíved helyén van, örvendezik, amikor imádkozol. Senki, aki nem gyűlöli a bűnt, nem lehet értékes Isten számára, és nem növekedhet Istenben. A világban nem vagy biztonságban, de Istenben, mindaddig, amíg Isten igéje lámpás a szívedben, és megeleveníti tested minden porcikáját, megrázza egész természetedet, szeretheted az igazságot, és gyűlölheted a hamisságot. Akiknek a szívük tiszta, meglátják az Istent. Szívből higgy. Micsoda szavak? Isten azt mondja, hogy ha szívből hiszek, szólhatok, és bármi, amit mondok, meg lesz nekem.
Íme egy példa a szívből való hitre. Egyszer az angliai Halifaxba hívtak, hogy imádkozzam egy misszionárius nőért. Nagyon sürgős hívás volt, és láttam, hogy nincs hitük. A halál atmoszférája vette körül őket. A halál rettenetes dolog, Isten pedig azt akarja, hogy éljünk. Tudom, hogy egyszer mindenkinek meg kell halnia, de én abban hiszek, hogy Isten egy szempillantás alatt elragad. Hogy van? Hogy van? Kérdeztem az asszonyt. Van hitem, válaszolt a halovány hangon. Hite? Akkor miért haldoklik? Valsó testvér. Haldoklik a testvérnő? Igen. Nővérke, haldoklik a hölgy? Igen. Még egy ott álló ismerőstől megkérdeztem. Haldoklik? Igen. Hiszem, hogy van a szívünkben ellenszer a verességre, ez pedig az Isten által adott hit. Azt mondtam a hölgynek, Jézus nevében most higgy, és élni fogsz. Hiszek, válaszolta a hölgy, és Isten élettel töltötte be a feje tetejétől a talpáig. Felöltöztették, és élt. A hit az emberben jelenlévő Isten. Legyen hitetek, ez nem a hit felgerjesztését jelenti. A hit Isten jelenléte abban az emberi edényben, aki szívéből hisz. Így lehet az örökké való Istent megragadni. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. János első levele 5-4. Aki hisz, legyőzi a világot. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Rómaiakhoz írt levél 10-17. Aki szívéből hisz, létezik egyszerűbb dolog, mint szívből hinni? Aki szívéből hisz. Mi kell ehhez? Halál. Aki szívében hisz, nem maradhat meg a régi életében. Meghal a világ számára. Aki szereti a világot, nem Istentől van. Gondold át ezt a dolgot, és vizsgáld meg meg. Van hited? A hit az élet. A hit képessé tesz arra, hogy megragadd a létezőt, és eltávolítsd az útból, hogy Isten behozhassa a nem létezőt. Nemrég éppen Norvégiában voltam, mikor levelet kaptam egy Angliában élő hölgytől. Azt írta, hogy 3 éve megoperálták rákkal, de a betegség elkezdett kiújulni. Folytonos rettegésben élt, mert az operáció nagyon fájdalmas volt. Azt kérdezte, hogy meglátogathat-e, amikor visszatérek Angliába. Megírtam neki, hogy az év június 20-án átutazom Londonon. Ha találkozni akar velem, szívesen imádkozom érte. Beleegyezett. Amikor találkoztunk, láttam, hogy rendkívül fájdalmai vannak. Nagyon együtt tudok érezni azokkal, akiknek nem sikerült szenvedéseiktől megszabadulniuk. Ha ti, prédikátorok, elveszítitek az együttérzésre való képességeteket, jobb, ha abba hagyjátok a prédikálást, mert nincs semmi értelme. Csak akkor lehet sikeres prédikátor, ha engeded, hogy szíved megteljen azzal az együttérzéssel, amely Jézusban is volt. Amint megláttam ezt a nőt, azonnal megértettem a lelki állapotát. Láttam, mennyire elcsüggett. Gyászos hangulatban érkezett, és a tekintete is nagyon elgyötört volt. Két dolog fog most történni, mondtam neki. Először is biztosnak kell lenni abban, hogy üdvössége van. Ó, bárcsak biztosra vehetném, sóhajtott föl. A másik dolog pedig, a fájdalomnak és a ráknak minden nyoma nélkül el kell hagynia ezt a hotelt. Aztán rátértem az igére. Ó, ez csodálatos, ez a csodálatos ige. Nem kell felmennünk, hogy lehozzuk Istent, és nem kell a mélységbe szállnunk, hogy onnét felhozzuk. Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Rómaiakhoz írt levél 10-8. Így szóltam hozzá. Higgyen abban, hogy Jézus Krisztus elvette az ön bűneit, amikor meghalt a kereszten. Higgye el, hogy az eltemettetése önért történt. Higgye, hogy önért támad föl, most pedig ott ül, önért Isten jobbján. Ha szívéből hisz, és szájával vallást tesz erről, örök élete lesz. A nő rám nézett, és ezt mondta. Jaj, az egész testemet átjárja. Most tudom, hogy üdvösségem van. Ha ma visszajön az Úr, megyek vele. Mennyire rettegtem egész életemben attól, hogy visszajön. De ha ma jön el, tudom, hogy készen állok. Az első dologgal megvoltunk. Lássuk a másodikat. Jézus nevében rátettem a kezemet, és szívből hittem, hogy bármit mondok, meg lesz. Ezt mondtam. Jézus nevében távozz belőle. A nő felpattant. Két dolog történt velem, mondta.
Üdvösségem van, és meggyógyultam a rákból. A hit az idő romjai közt is áll. Aki hisz, arra örök dicsőség vár. Csak hidd, az ígéret igaz, és az Úr soha el nem hagy. A hit mindenkor megnyeri a csatát. A gyógyító adag. Nagyon sok ember küzd idegi problémákkal. Elmondom, hogyan szabadulhatsz meg tőle. Van a tarsajomban valami, amiből egy adag elég a gyógyulásodhoz. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Mózes második könyve 15-26. Isten csodálatos igéje teljesen megváltoztatja a helyzetet. Szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. János első levele 4-18. Már annyiszor kipróbáltam ezt az igazságot. A félelem kiűzésével az egész helyzet megváltozott. Nagy Istenünk van, de teljes mértékben bíznunk kell benne. Akik igazán hisznek Istenben, erősek, és a tiszta kezű ember még erősebbé lesz. Jób könyve 17-8. Az egyik összejövetel végén egy férfi így szólt hozzám. Maga mindenkinek segített, csak nekem nem. Bárcsak rajtam is segítene. Mi a problémája? Kérdeztem. Idegi problémák miatt nem tudok aludni. A feleségem szerint már 3 éve nem aludtam végig egyetlen éjszakát sem. Teljesen össze vagyok törve. Ezt akár mondania sem kellett volna. Rátettem a kezem, és ezt mondtam. Testvérem, én szívből hiszek. Menjen haza, és aludjon egy jót a Jézus nevében. Nem tudok aludni. Menjen haza, és Jézus nevében aludjon. Nem tudok aludni, felelte újra. Már kezdték a villanyokat eloltani. Akkor megragadtam a gallérjánál fogva, és rákiáltottam. Többet egy szót se. Ez hatott, és végre elment. Amikor hazaért, az anyja és a felesége megkérdezték, mi történt. Semmi. Mindenkinek segített, csak nekem nem. Azért biztos mondott neked is valamit. Azt mondta, hogy menjek haza, és aludjak a Jézus nevében. De ti is tudjátok, hogy én semmiben nem tudok aludni. A felesége buzdította, hogy tegye azt, amit mondtam neki. Alig, hogy a férfi lehajtotta párnára a fejét, az Úr jóvoltából már aludt is. Másnap reggel még mindig aludt. Még a következő reggel is. A felesége próbált zajt csapni a hálószobában, hogy felébressze, de nem sikerült. Vasárnap reggel még mindig aludt. A felesége úgy döntött, hogy csinál egy jó kis vasárnapi ebédet, aztán fölébreszti. Amikor elkészült az ebéd, odament a férjéhez, és a vállánál fogva jól megrázta. Már soha nem fogsz fölkelni? Attól fogva a férfinak semmi gondja nem volt az idegességgel. Egyszer odajött hozzám egy ember, és én imádkoztam érte. Aztán megkérdeztem tőle, bizonyos-e abban, hogy tökéletesen meggyógyult? Hát, válaszolta, csak a vállam fáj egy kicsit. Tudja mi ez? Kérdeztem. Hitetlenség. Mikor lett üdvössége? Mielőtt hitt, vagy azután? Utána jött a válasz. Akkor meggyógyulni is utána fog. Most már jól vagyok, mondta ekkor. De már előtte is jól volt, csak nem hitte el. Isten igéje mindnyájunké. Hitből van, hogy kegyelemből legyen. A prédikátor üzenete. Eredeti címe a hit útja, Pentecostal Evangel, Springfield, Missouri, 1935. június 15-i számának másodiktól harmadik oldalán jelent meg. A nagy gazdasági válság idején az Amerikai Egyesült Államokbeli körútján Wigglesworth 76 éves volt, és még mindig pompás erőben. 1928-ban W.H. Stuart Fox anglikán lelkész, akinek a fia Wigglesworth szolgálatán keresztül gyógyult meg, hívta meg az evangélistát, hogy Észak-Londonban a St. Saviour's Church közelében felállított sátorban prédikáljon. A The British Assembly of God című újság közölte Stuart Fox lelkes beszámolóját. Smith Wigglesworth 10 mozgalmas napot töltött a St. Saviour's Churchben. Az erőteljes evangélizálás Krisztust, mint a test és lélek minden szükségére elégséges megmentőjét helyezte elénk. Wigglesworth hűségesen és különleges frissességgel hirdette a megváltás hatalmas áldásait, amelyeket a kereszt áldozat hozott a test, a lélek és a szellem számára,
az éhes tömegnek, amely nap mint nap teljesen megtöltötte a sátrat. A szolgálat egyik meglepő jellegzetessége volt, hogy férfiak, fiatalok és idősebbek is nagy számban jöttek előre, hogy megvallják Krisztust, és a gyógyulások száma is igen magas volt. Stuart Fox, W.H. Redemption Tidings, London, 1928. július, idézi Colin C. Whitaker, Smith Wigglesworth, Seven Pentecostal Pioneers, Springfield, MO, 1985 Gospel Publishing House, a 34-től 35. oldalon. Lásd még a negyedik fejezet végén, a prédikátor üzenete részben, a lelkész beszámolójának másik felét.